Kürtöskács Fesztiválon kérlek szépen minden íz, forma és méret variációban lehet kapni majd kürtöskácsot. Tehát ha méretre gondolunk, akkor van a óriás méret, van a normál méret, meg a mini, tehát ez a három szokott lenni. Ízvariációkban a hagyományos vanília, dió, fahéj, kókusz, kakaó mellett ugye citrusos, csokicseppes, málnás, gyömbéres, pörkölt magyarós, ezek voltak régen, idén az új ízek ugye az a vadárfonya, a crunchy effet és a cappuccino ízű, erre én már kimondottan nagyon vártam, mert én nagyon nagy kávés vagyok. Egyébként ugye ezek mellett szokott lenni a kürtöskádból készült ínyenségek, mint a kürtös csapágy, kürtös krémes, kürtös mézes és kürtös fagyi. Ugyanakkor lesznek ezek a töltött kürtősök, sós és édes töltések vagy krémekkel, lesz fitness kürtős kalács, mindenmentes kürtős kalács, lesz a Csináld Maga strand, ahol mindenki maga készít el a kürtős kalácsát, úgyhogy szerintem így nagyjából mindent felsoroltam, illetve ugye, ja még, hogy milyen technológiával, faszénparázson sütünk a legtöbb helyen, de van, ahol árammal vagy villanyos sütőbe, illetve van egy kürtös fánk nevű standunk, ahol a olajban sütik ki a kürtös kalácsot, és megtöltik tejszínhabban, meg vanília krémmel, ez is nagyon, nagyon menő szokott lenni.